Sziasztok, tizedikesek, és üdvözlök minden YouTube felhasználót. A mai alkalommal a veselényi összeesküvésről szeretnék beszélni ebben a feltöltésben. És onnan indítanám a történetet, hogy múlt alkalommal megnéztük azt, hogy Erdélyben a török birodalom 1660-61 folyamán keményebb fellépést hajtott végre II. Rákóczi György és Kemény János fejedelemségével szemben. Ez ugye megnövelte a törökök befolyását Erdélyben, és 1661-től egy olyan Apafi Mihály került Erdély élére, aki majdnem 30 évi fejedelemsége alatt mindvégig kitartana a török mellett. Az, hogy élete vége felé mégis a Habsburgok mellé áll, ez egy kényszerlépés volt, mert az 1680-as években majd a Habsburgok elindítják az ország török mentesítését, és ennek következtében kényszerből a Habsburgok mellé kellett állnia. De alapvetően a török számára egy nagyon-nagyon megbízható erdélyi fejedelem lesz ez az Apafi Mihály. Így innentől kezdve az ország újraegyesítésének a kérdése és török ellenes lépés nem Erdélyből fog kiindulni, hanem a királyi Magyarországról. Ezért tulajdonképpen a királyi Magyarország dolgaival foglalkoznék innentől kezdve, és a történet szálát onnan venném fel, hogy 1648-ban a Vesztfáliai békében befejeződik a 30 éves háború, és a Habsburg birodalom vereséget szenvedett a 30 éves háborúból. 30 éves háborúban, ekkor a birodalomnak az uralkodója III. Ferdinánd 1637 és 57 között, és amikor aláírta a Vesztfáliai békét, akkor onnantól kezdve a királyi Magyarországon a magyar főurak nagy reménnyel néztek előre, mert azt remélték, hogy akkor a 30 éves háború után a Habsburgok nagyobb erőfeszítést fognak tenni a törökökkel szemben. Viszont nem ez történik, mert valószínűleg a 30 éves háború alatt azért nagyon-nagyon megfáradt a Habsburg udvar, és ezek után 1649-ben III. Ferdinánd inkább békét hosszabbított a törökökkel, ez viszont Magyarországon elég komoly felháborodást eredményezett, ugyanis ekkor a királyi Magyarországnak a nádora Pálffy Pál volt, aki körül egy elég komoly elégedetlenkedő kör kezdett kialakulni. Többek között, ezek között az elégedetlenkedők között volt az a Zrínyi Miklós, aki a nagy Zrínyi Miklósnak a dédunokája volt. Ugye az a Zrínyi Miklós, aki 1566-ban Szigetvár török ostroma alól hősies kitörést hajtott végre, és hát, hősi halált halt. Na most ennek a nagy Zrínyi Miklósnak a dédunokája, az a Zrínyi Miklós, aki költőíróként elég komoly tervei voltak az ország újraegyesítésével kapcsolatban. Például volt egy műve, a török áfium ellen való orvosság, amelyben leírta, hogy a török ellen Magyarországnak kell lépéseket tenni, és Magyarországnak egy nemzeti haderőt kell felállítania, mert hiszen a töröktől való megszabadulásunkat azt nekünk kell intéznünk. Természetesen lehet Európától segítséget kapni, lehet kapni a Habsburgoktól is segítséget, de alapvetően itt azért vigyázni kellene, hogy ez a segítség mekkora mértékű, mert nem lenne célszerű egy török függésből mondjuk Habsburg függésbe kerülni az országnak, ezért Magyarországnak saját magának kellene valahogy megszabadulni a töröktől. Ezért egy nemzeti haderőnek a felállítását szorgalmaztam, és az egyik legodaadóbb híve volt itt az aktív cselekvésre. Na most 1660-ban egy picit a törökökről beszélnék, mert 1660-as években uralkodik az a nagyvezérből lett szultán, Köprülü Mehmed, aki ugye elég drasztikusan felszámolta, vagy legalábbis kísérletet tett, hogy szorosabb függésbe helyezze Erdélyt. 1660-ban elvette Erdélytől Váradot, és 1663-ban pedig a királyi Magyarországtól elvette Érsekújvárt.
egy központi, súlyponti várat. Na most Köprül Mehmed alatt ugye a török birodalom egy Tisza virágzását éli, mert alapvetően a 17. században itt már a török birodalom hanyatlik, viszont Köprülü Mehmed nagyon komoly reformokat indított el a török birodalomban, rendezette a hadsereget, felszámolta a janicsár lázadást, tehát úgy nézett ki, hogy intézkedései ismét nagyhatalmi pozícióba helyezik vissza a török birodalmat, de ezt senki nem tudta ekkor, hogy ez a utóvirágzás, ez csak egy tiszavirág életű dolog volt. Minden esetre annak ellenére, hogy 1663-ban Érsekújvár elvételével egy súlyponti vár került török kézbe, erre mindenki felháborodott. A királyi Magyarországon, Európában egyetlen ember nem háborodott fel erre, ez pedig Első Lipót volt, aki 1657-ben váltott a harmadik Ferdinándot, és 1657-től 1705-ig uralkodott a Habsburg birodalom élén. Ő elment volna emellett a probléma mellett, hogy egy súlyponti vár a törökök kezébe került, de szerencsére a német fejedelemségek, illetve a franciák létrehozták a Rajnai Szövetséget, és ez a Rajnai Szövetség katonai segítséget küldött Lipótnak, és ez a haderő ott állomásozik Bécs alatt, és Lipót, ha már ott volt ez a haderő, akkor ennek a seregnek az élére Zrínyi Miklós nevezte ki, és megkérte Zrínyi Miklóst, hogy csináljon valamit ezzel a sereggel a török ellen. Na most Zrínyi Miklós végre valóban az aktivitás, vagy valóban az aktív szintére léphetett, mert ezzel a haderővel 1664. februárjában betör a hódoltság területére, és mélyen behatol a török birodalom területére. Na most ezt tudni kell, hogy itt azért nem véletlenül volt ez téli hadjárat, mert ugye a törököknek ez egy olyan interszezonális időszaka, amikor nem nagyon szeretnek télen hadjáratokat vezetni, így tulajdonképpen komolyabb ellenállás nélkül a hódoltsági területre be tud nyomulni Zrínyi Miklós. 92. oldalon van ez a térkép, ahol lehet látni, hogy Zrínyi Miklós ezzel a keresztes sereggel betör a hódoltsági területre, és eljut a Dráva folyó torkolatához, a Dráva-Duna összefolyásához, és Eszéknél feléget egy fahidat, ami a Dráva folyón vezetett át, és ez azért volt fontos a törököknek, mert mint egy köldökzsinór ezen a fahídon keresztül juttatták el a törökök az utánpótlást és a segítséget a hódoltsági török várakhoz. Most azzal, hogy Zrínyi felégette ezt a eszéki hidat, így tulajdonképpen ezt az utánpótlás vonalat sikerült megszakítania a Zrínyi Miklósnak, és tulajdonképpen ezzel egy gyors európai hírnevet hozott ez Zrínyi Miklósnak, és mindenki örült a sikereinek, egyetlen ember nem örült, ez megint Első Lipót volt, aki azzal jutalmazta Zrínyi Miklóst ezzel a téli hadjáratért, hogy leváltotta a sereg éléről, és Monte Cuccoli hercegét nevezte ki a sereg élére. Na most természetesen a töröknek a reakciója várható volt, mert ugye amit eddig már elmondásaimban láthattatok, a törököt egy nagyon komoly sérelem érte a hódoltsági területen, és még 1664 nyarán a szultán támadást intézett a királyi Magyarország ellen. 1664 nyarára megérkezik a török fősereg, és egyből a Dunántúlt veszi célba, és a török fősereg egészen nyomul előre. Na most Monte Cuccoli folyamatosan hátrál, de végül 1664. augusztus 1-én Szent Gotthárnál Monte Cuccoli csatába bocsátkozik, és augusztus 1-én itt Szent Gotthárnál egy hatalmas győzelmet sikerül aratni a kereszteseknek. A törökök egy óriási vereséget szenvedtek el ebben a csatában. Ekkora már mindenki számára bizonyossá vált, hogy a török birodalom végnapjai meg vannak számlálva. Mindenki látta, hogy a török verhető, kiszorítható a török Magyarországról, kivéve egyetlen ember nem látja a dolgokat így, ez pedig megint Első Lipót. Első Lipót a csata után 10 nappal, 1664. augusztus 10-én Vasváron kötött a törökökkel egy békét, amely békében két nagyon súlyos hibát elkövetett Lipót. Az egyik dolog, hogy a status quo-t írják alá ezzel a vasvári békével, vagyis a törököknek elért foglalását azt a törökök kezében hagyja.
Ez az a tipikus eset, amikor a törökök egy vesztett csata után a békeszerződést megnyerték, és Várad, illetve Érsekújvár az bizony török kézben marad. A másik súlyos hiba, hogy ezt a döntést első Lipót úgy hozta meg, hogy nem kérte ki a magyar rendeknek a véleményét, így ennek következménye lesz majd a Veselényi féle összeesküvés. Ugyanis Veselényi körül, Veselényi volt a nádor 1655 óta, és Veselényi körül a sikertelen vasvári béke után 1664 és 67 között egy elég komoly összeesküvés bontakozik ki. Olyan közéleti szereplőkkel az élen, mint maga a nádor, Veselényi Ferenc. Benne volt az összeesküvésben Zrínyi Miklós, az eszéki csata hőse, a téli hadjárat hőse. Benne volt Zrínyi Péter Horváth bán, benne voltak az országbírók Frangepán Ferenc, Nádasdy Ferenc, első Rákóczi Ferenc. Tehát aki élt és mozgott ebben az időszakban és közéleti szereplő volt a királyi Magyarországon, az mindenki benne volt ebbe az összeesküvésbe. És ezeknek az összeesküvőknek a célja az volt, hogy a királyi Magyarországot valahogy el kellene szakítani a Habsburg birodalomtól. Természetesen ezt vagy török segítséggel, vagy pedig francia segítséggel kellene elérni. Na most az összeesküvés, ami 1664 és 67 között zajlódott, azért kedvezőtlenül alakul a külpolitikai helyzet, mert a törökök nem fogják segíteni az összeesküvőket. A törökök a vasvári békében most kötöttek egy olyan friss békét a Habsburgokkal, amely ebben a pillanatban a Habsburgokkal szemben a törököket immunissá tette, tehát a törökök úgy gondolták, hogy örültek ennek a vasvári békének, ők nem akartak konfrontálódni a Habsburgokkal. Viszont akkor szóba jöhetett volna a 14. Lajosnak a Franciaországa, akik hozzá kell tennem, hogy szívesen harcoltak a Habsburgok ellen, bármikor, de valami oknál fogva nem mozdultak rá erre a Veselényi féle összeesküvésre, nem látták benne a fantáziát, vagy nem tudom, mi lehetett az oka, de lényeg az, hogy az összeesküvők magukra maradnak. Ráadásul nagyon furcsa volt az, hogy 1664-ben Zrínyi Miklóst, aki egyik fő mozgatója volt ennek az összeesküvésnek, egy vitatható vadászbalesetben meghal. Egy olyan harcedzett férfi, aki a törököket megverte, majd egy vadkan leteríti, ez eléggé gyanús, hogy esetleg a Habsburg udvarnak ebben lehetett benne része, ebben a vadászbalesetben, azt nem lehet tudni. De érdekes, hogy a legfontosabb és a legfontosabb pillanatban történik meg ez Zrínyi Miklóssal. De ráadásul első Lipótnak a titkos rendőrsége szépen felgöngyölítette ezt az összeesküvést, és tulajdonképpen szépen leszámol a magyar főurakkal. 1671-ben Bécsújhelyen kivégezteti majd ezeket a összeesküvésben résztvevő főurakat. Na most ezek után első Lipót úgy gondolta, hogy valahogy akkor bosszút kell állni a király Magyarországon. Úgy gondolta, hogyha ezzel az összeesküvéssel a magyarok eljátszották a beleszólásukat a birodalmi ügyek intézésében, és 1671-ben bekeményített első Lipót. Ez azt jelentette, hogy Veselényi Miklós, vagy Veselényi Ferencnek a halála után nem választottak nádort a királyi Magyarországon, ismét erőteljesebbé vált a rekatolizáció Magyarországon, nem hívta össze a rendi országgyűlést, Pozsony központjával főkormányzóságot hozott létre, aminek a vezetője először egy Lobkovics Vencel nevű fickó, majd egy Ampringen János nevű fickó volt a főkormányzó, és hajtotta végre az uralkodónak az abszolút utasításait, ami azt jelentette, hogy ne csak a nemes uraink járjanak rosszul, egy repartíciós rendszert is kitalált Lipót, ami azt jelentette, hogy egy iszonyatos adóprést kívánt a magyar jobbágyokra ráhárítani.
aminek a végeredménye az lesz, hogy a jobbágyok is a magyar nemesek mellé állnak, és össztársadalmi lesz az elégedetlenség a Habsburgokkal szemben. És biztos, ami biztos, a végvárakból elkezdte szépen eltávolítani a magyar vitézeket, és helyükre inkább német katonákat küldött. Tehát itt egy elég komoly bekeményítés van Lipót részéről, és ez a bekeményítés körülbelül egy 10 évig fog tartani. Egy 10 évig fog tartani, viszont Erdélyben ugye egyre többen menekülnek a vitéz, magyar vitézek és a magyar főurak tömegével menekülnek Erdélybe, és szépen lassan gyűlik a bujdosóknak a létszáma. És egyik ilyen bujdosó volt Thököly Imre, aki a első Rákóczi Ferencnek a özvegyét, Zrínyi Ilonát feleségül vette, és így lehetett tulajdonképpen mostoha apja a későbbi második Rákóczi Ferencnek. Tehát ez a Thököly Imre bujdosóként már apja ott kezdte bujdosóként apafi udvarában, és Thököly Imre ott nőtt fel apafi környezetében. Viszont ez a Thököly Imre egy nagyon-nagyon agilis ember volt, egy nagyra vágyó ember volt, és úgy gondolta, hogy ő nem hajlandó apafi udvarában tovább erősíteni apafinak a hatalmát, hanem úgy döntött, hogy az Erdélybe menekült bujdosókból egy haderőt szedett össze 1681-ben, és ezzel a haderővel betör a Felvidékre, és 1682-ben megszállja a Felvidéket. Ez természetesen a törököknek nagyon-nagyon kedvezett, ezért 1682-ben a törökök egy atnámét küldtek Thököly Imrének, és ebben az atnáméban kinevezték a Felvidék fejedelmének. Így 1682-től a Magyarország negyedik részre szakad. 1682 és 85 között állt fent egyébként ez a Thököly felvidéki fejedelemsége, jókora török függésben egyébként. És ez azért volt fontos, mert első Lipót látva a Thökölynek a sikereit, úgy gondolta, hogy ha ezt a kemény politikát folytatja a királyi Magyarországgal szemben, akkor a végén egész királyi Magyarországot el fogja veszíteni. Ezért 1681-ben Sopronban egy országgyűlést hívott össze, és ebben a soproni országgyűlésben tulajdonképpen első Lipót visszatáncolt. Visszavonta kemény intézkedéseit, felszámolta a főkormányzóságot Pozsonyban, ismét engedélyezte, hogy a Magyarországgyűlés megalakuljon, ismét választottak nádort Esterházy Pál vezetésével, megszüntette a repartíciós rendszer, tehát visszatért a régi adózáshoz. Így tulajdonképpen képes volt Lipót inkább meghátrálni, mint hogy elveszítsen mindent a királyi Magyarországon. Viszont Thökölynek a felvidéki sikerei az nagyban megtévesztették a török birodalmat, és a törökök azt a következtetést szűrték le Thökölynek a sikereiből, hogy a Habsburg birodalom végleg meggyengült, ezért 1683-ban a törökök úgy döntöttek, hogy 170 évi pihenő után egy újabb, nagyobb támadást indítanak majd Bécs ellen. 1683-ban tehát elindul a török fősereg Bécs ellen, de hogy mi lesz ennek a bécsi hadjáratnak a következménye? És végül a Habsburgok hogyan eszmélnek rá arra, hogy eljött az idő, hogy a törököket kiszorítsák Magyarországról? Erről a következő alkalommal fogok majd mesélni nektek. Köszönöm a figyelmet, remélem hasznos volt, sziasztok!